Na, sziasztok újra! Azt mondja, hogy most van 15 óra. 2 óra használat után azt kell, hogy mondjam, ez a K1-es kajak, ez megéri az árát. Annak ellenére, hogy a vizen történő tesztelésem során, ugye itt most ki van áradva a hárosélből, és nem igazán lehet látni, hogy hol vannak ezek a bedőlt fák. És egyre sajnos rávittem a gumikajakot, illetve utána ki is kellett mennem a partra, mert szerintem kiukadt, és igazam is volt. Egy kis lyuk lett rajta, de ezt beragasztottam. Úgyhogy most újra használható a csónak. Hát igen, gumiból van, úgyhogy ez egy ilyen hátránya ennek a dolognak. De viszont könnyű evezni, stabil, nem borul fel még így, csak hogyha lóbálom. Úgyhogy azt kell mondjam, hogy ez megérte az árát. Ha valaki szeretne venni egy ilyen kajakot olcsón, tehát nem szeretne 50, 60, 80 vagy akár 300 ezer forintot kiadni érte, annak javaslom, hogy egy ilyen kis gumicsónakot vegyen magának, mert ez tökéletes. Ide jöttem a bedőlt fához, volt egy madárka a fán. Azt akartam levidózni közbe. Meg is van, csak hát ott van. Lehet, hogy vissza kéne mennem, mert megint föl akadni valami nagy fatörzsre itt. Na, majd beszélünk, sziasztok!